Ev irányítja a sorfalat, hogy hova álljon. Mi pedig közelebb visszük egy picivel a labdát. Erre fel a sorfal is közelebb jön. Pásztor. Gól! De micsoda gól! Második perc. A Békés Csabaiak játékmestere neki szalad, és elcsavarja a sorfal fölött, nem lehet védeni. Csongrádi szerzett labdát, Pásztor. Öt támadó, három védő, ezt tessék nézni. Csivadze. Blohin lép ki, Blohin jobb lábán a labda, belövi. Persze, hogy belövi. Most már ezt ő sem hagyhatja ki. Öt támadó jött és három védő. Így leragadtunk elől. Egy-egy. Tessék nézni, csak három védő. Csivadze kiválaszthatja, akit kell. Nincs les, és Blohin ezúttal már jobbal is belövi. Csivadze. Higgyatullin. Burjak. Szép levétel, és elvesztjük a labdát. Csivadze! Gól! Potya gól! Az újonnan beállt Kutit szerelik, Csivadze belövi. 2-1 a szovjetek javára. Ezt kigondolta volna. Rossz labda levétel, elpattan Csivadze, Kacilc is elég rossz szögben van, és szépen belövi. Perc van még a mérkőzésből. Bessonov indít végül egész jól. Oganessian hosszúnak tűnik. Oganessian középre, gól! Gól, Burjak! 3-1! És nem túlzok, ha azt mondom, hogy elkerülhető gól lett volna. Ez a hosszú készülődés elaltat minket. Oganessian teljesen tisztán veheti át a labdát, és két csatár is bent. Vagy két szovjet, Burjak belövi. Nyilasi mellett tovább, Rodionov, Blohin perdít, Gavrilov, Rodionov az újonc, belövi, 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 most állt be és belövi, 4-1. Kap egy pöccintést, és beemeli Kacilc fölött, aki tehetetlen. Hát ezt kigondolta volna.